Már a központi rendezvények ebben az esztendőben 2020-ban az ünnepi könyvétel kapcsolatban elmaradnak, mi azért itt a Gyulai Városi Könyvtárban készülünk néhány eseménnyel. Ha nem is olyan terjedelmes nagy ünnepi könyvhét programban, mint általában megszokhatták tőlünk, tehát nem lesz szabadtéri vásár, de néhány bemutatót szeretnénk tartani. Szeptember 17-én én fogom majd kérdezni Kis Ottót megjelent köteteiről. Igazából gyermekkönyvekről van szó, de most nem csak a gyermekkönyvek írásáról, meg a legutóbb megjelent köteteiről fogom őt kérdezni, hanem egyáltalán az alkotói tevékenységéről, és mindarról, amit megtudhatunk, hogy ő például hogyan élte meg ezt az esztendőt, alkotással, illetve milyen munkával töltötte az otthonlétet. De szeptember 17-én 17 órakor kerül sor erre a kötött bemutató, illetve beszélgetésre, reményeink szerint, ha az idő engedi, akkor a Városi Könyvtár kertjében. A következő programunk, ami már egészen biztos szeptember 22-én kedden, 17 órától, amikor is Győre és Zsolt Slaktovszky Csaba szerzőpáros jön el, a Magyar Iné Szeretője című kötet bemutatásával, amelyet eredetileg a júniusi könyvhétre terveztünk nyitó programként, most meg tudjuk valósítani. És azt gondolom, hogy Kis László házigazdaként, jó ismerőiként a szerzőknek egy méltó bemutatását adja ennek az a programnak, amelynek egyébként munkacímként a Mágyik a könyve címet adtuk. Ki fog majd derülni, hogyha eljönnek, hogy miért ezt a címet, és hogy mit is jelent a Mágyika. Szeptember 23-ára tervezzük az Eső Szolnokion megjelenő folyóiratnak a bemutatását. A szeptemberi számában ugyanis több írás foglalkozik, és több gyulai szerző tollából jelenik meg írás Simonyi Imrével kapcsolatban. Szeptember 14-e Simonyi Imre 100 éves születési évfordulója, és ebben a mini könyvhét programban azért mindenképpen szerettünk volna vele foglalkozni. Ezen az esten köszönhetjük majd reményeink szerint azokat a gyulai szerzőket, név szerint Kis Ottót, Árpási Zoltánt, bár Bot Pétert is invitáljuk, még nem sikerült őt elérnem, de remélem, hogy el fog tudni jönni. És hát nem csak Simonyival kapcsolatosan jelentek meg írások, hanem például Balázsi Fanni novellája is, úgyhogy lehet, hogy Simonyi az Esőben címet kapja a program, de az is lehet, hogy Gyulaiak az Esőben, mindez szeptember 23-án 17 órakor itt a Városi Könyvtárban.